Én bevallom őszintén, hogy én nagy színházba járó vagyok, és nagyon sokszor jövök ide a Kecskeméti Színházba előadásokat nézni. Szerintem a vidéki színházok közül a top 3-ban biztos, hogy benne van a Kecskeméti Színház. Én itt még sose jöttem el úgy előadásra, hogy hú, ez nem volt jó, hanem inkább mindig szuperlatívuszokban tudok csak róla beszélni. És ez most nem azért, mert itt vagyok, hanem tényleg így gondolom. Szuper színészek vannak itt, nagyszerű rendezők dolgoznak, szerintem elképesztő jó a társulati munka. Én szerencsére itt a társulatból már sok mindenkivel dolgoztam együtt. Cseke Péterrel játszunk együtt, Szentevajk többször rendezett, és Galambos Attilával is nagyon sokat dolgoztam, úgyhogy ők hívtak föl ezzel a lehetőséggel, hogy ezt a Pinokkiót megrendezhetem itt. Nagyon boldog voltam. Én azt szoktam mondani magamról, hogy én egy ilyen felnőttesbe szóló gyerek vagyok. Én nagyon szeretem a meséket. Szinte minden évben elmegyek például a Disneylandbe, tehát hogy én tényleg rengeteg rajzfilmet is nézek. Szombat-vasárnap, ha nincs dolgom, és éppen reggel bekapcsolom a tévét és rajzfilm megy, akkor azt természetesen megnézem, úgyhogy én nagy meserajongó vagyok. Nagyon szeretek mesejátékot vagy mesemüzikát is rendezni. Mostanában ráadásul elég sok lehetőségem is volt rá. A Pinokkióban meg az érdekes, hogy ebben az évadban most talál meg másodszor, mert Nyíregyházán rendeztem egy teljesen másik Pinokkiót, és most itt van szerencsém egy mesemüzikelt rendezni a Pinokkióból. A zene és mesejáték az mindenképp jobban leköti a gyerekek figyelmét. Ugye a zene az egy plusz figyelemfelkeltő dolog, a ritmusossága, vagy éppen a nagyívűsége, ezt a gyerekek nagyon szeretik. Ugye nem szabad, hogy unatkozzon a gyerek a nézőtéren. Nekem ez mindig nagyon fontos szempont, amikor rendezek, hogy mindig történjen valami, akár cselekvésbe, akár fénybe, zenébe, tehát hogy mindig valami inger érkezzen a színpadról, hogy érdemes legyen odafigyelni. Fényezett és trambulin, hát fény van részed nagy bulin. Jöjj bácsi, nénike, kis morony, ma hozzel hozzá sabrogot. Ez a Mese Musical egy német kis színháznak készült. Német szerzői vannak, akik színpadra átírták, illetve a zeneszerzője egy magyar zeneszerző, Gulyás Levente, aki a nagyszerű dalokat írta, és ez a legelső magyarországi bemutatója, direkt a Kecskeméti Színház számára írták például a dalszöveget Galambos Attila és Szentevajk. Ugye a Pinokkió alapvetően egyrészt a hazugságokról és igazságokról beszél, de szerintem ami a legfontosabb, vagy amit én magamhoz a legközelebb érzek, az a naívság, hogy az ember mennyire naívan tud rácsodálkozni a világra, akár egy kisgyerek. És az a jó, hogyha az ember a külső hatásokra, meg a segítő partnerek, családtagok révén felismeri azokat a helyzeteket, embereket, akiknek nem szabad hinni. Én még felnőttként is sajnos sokszor úgy vagyok néha, hogy bedőlök a legegyszerűbb hazugságoknak is, de azért igyekszem már odafigyelni erre. A szürke léte fényosod, a színre lépe kis család, és minden perc egy új mosoly, hiszen tüké a nagyvilág, csak Pedro és Pinokkió, csak Pinokkiónál sokféle megoldás szokott lenni, úgy is láttam már, hogy gyerekszereplő játsza, azt is, hogy színésznő, fiatal színésznő, aki alacsony, hogy gyereknek tűnjön. Itt adott volt, hogy Krisztián lesz a Pinokkió, benne is van egy ilyen rácsodálkozás a világra, úgyhogy nem volt annyira nehéz megteremteni. Néha ugye a saját felnőtt korára való tekintettel okosabb, mint a Pinokkió, meg jobban előre lát dolgokat, és akkor dolgoztunk azon, hogy ő naívabban csodálkozol rá a világra, de szerintem nagyon-nagyon szépen megoldja. Én hol vagyok? Hol? A boltomban, de semmi keresni való nincs itt. Na, menj már el innen! Én? Igen, te! És te? Na, ide figyelj, ez a te házad, vagy az enyém? Enyém. Mi? Nem, az enyém. Itt én lakom, te pedig tűnjen innen. Én. Jaj, én vagyok én. A mesék azért nagyon fontosak, mert igazából példabeszédek. Megmutatják, hogy mik azok a helyzetek, amikből érdemes kikeveredni, és hogyan lehet kikeveredni, vagy megismerni a jót és a rosszat, az embereknek a furcsasága, hogy legyen gyanús, hogy ne csak a szavaknak higgyünk, hanem árulkodó jeleket is vegyünk észre. Szóval nagyon sok mindenre tanítanak meg a mesék, hogy mindennek van következménye. A Pinokkió ebből egy szerintem tényleg különleges helyet foglal el.
Az a baj, hogy én legtöbbször színészként is mindig azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne rajzfilm figurának lenni, mert akkor egy csomó mindent meg tudna oldani az ember, hogy egyik pillanatban ide pattan, oda pattan, eltűnik, feltűnik, és Csapó Virággal pont erről beszélgettünk valamelyik nap, hogy őnek is ez a legnagyobb vágya. És rendezőként is sokszor azon gondolkodom, hogy milyen jó lenne rajzfilmet rendezni a színpadon is. Én nem tudom, én bármilyen mesehős szívesen lennék. Igazából, ha egyet kéne kiválasztani. De nehéz. Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. Nem szeretnék lenni, csak nekem a kedvenc meséim a Kis Herceg, ha már itt vagyunk a Kecskeméti Színházban, és itt egy csodálatos előadás van belőle, amit láthattam, és újra gyerek lehettem a nézőtéren, ez nagyon nagy élmény volt nekem.